Szeretettel köszöntök mindenkit, főleg Zsigó jelölt. Nehéz szavakat találni. Szabadot se akarjuk elveszíteni. Ez várunk dolgon. Zsigó beleszól és száfolja. Tehát Zsigó jelölt 2000-ben ismertem meg. Nem egy nagy idő, 12 év. De nagy munka, amit csináltunk együtt. Gondolom ezt majd idővel ő is alátámasztja. Voltak jók, voltak rossz periódusomok, mikor azt mondtuk, hogy mi cigányok, miért is dolgozunk. Jenővel kapcsolatosan nem tudok olyan nagyon szép szavakat és nagyon nagy fellengőségeket mondani, mint az előzők mondtak. Én egyszerűen csak azt mondom, hogy barátom. Ezt megcáfolhatja majd utánam egy mondatban, hogy igaz vagy nem igaz. Először nem úgy kezdtük a barátságot, hogy mindenben egyetértettünk. Voltak viták. Ezeket a vitákat személy szerint leküzdöttem, és mikor ezeket le tudtam küzdeni, Jenővel együtt karöltve bizonyos kérdésekben együtt voltunk. Nevetséges így utólag visszagondolva, hogy 2004-ben meg akartuk kucsolni Zsigó Jenőt. Hetente, hogy ő mondja. De nem szégyellem ezt se, mert mindig az érvek alapján magam mellé tudott állítani, hetente. Ez se lenne probléma. Zsigó Jenő munkáját csak a tényleg nagyságokba tudom magasztalni, és nagyon rosszul jön ki az én számból, aki inkább a cselekedésnek az embere, és nem a szavak embere. Soha nem értettem azokat a dolgokat, és azokat az embereket, akik Zsigó ellen mentek. Ma olyan dolgot mondok el nektek, amit még lehet, hogy soha nem is hallottatok. De nem is probléma. De hogy 60 éves a Zsigó Jenő, erre azt tudom mondani, éljük meg mi is. Szeretetben, békességben, ugyanolyan odaadással, akkor már fér siker az életünk. Ma én 47 éves vagyok. 13 év lehetőség, ez csak lehetőség. Jenő megélte. Túlélte. Túl van minden rosszon és minden jó. Annyi sikere volt és annyi kudarca, amire azt mondjuk, na ez egy harcos, ez egy forradalmár. Hogy elsőbb volt a cigányügyben, bizonyos kérdésekben, kikiáltásában, fejet kell hajtanunk, visszamenőleg is. Az, hogy ismételten felemeli a szavát 25 pontban a cigányok érdekképviseletében, amit a Facebookon olvasok, erre azt kell mondani, ismét meg kell hajtani a fejünket. Legyen még egy cigány ember, aki ebben kiáll. Legyen még egy cigány szervezet, aki ezzel kiáll. Nincs ilyen. A Jenő barátsága és politikai elhivatottsága számomra annyit jelent, hogy bárhol, bármikor a Zsigó Jenő nevét kiejtik, az tisztelet, megbecsülés, odaadás és szeretet kell, hogy övezze.
rosszul hangzik ma ez a beszéd, mert 60 éves. Tehát nem búcsúzom tőle, nem a sírján állunk, és nem gyászolni akarjuk, hanem azt mondjuk, legyen egy forduló. Ez egy olyan forduló legyen a magyarországi cigányok számára, és az ő számára is, amit el tudunk fogadni. Előrevitel, gondolkodás, szeretet. Jenő ennek a jegyében volt mindig, és lesz, gondolom, amíg az Isten megadja, hogy 100 évig éljen. Az, hogy összegyűltünk a nevébe, hogy dicsőítetjük idézőjelbe Zsigó Jenőt, amit ő nem kíván, hozzáteszem, de meg kell adni azt a tiszteletet, hisz megadják bárhol is, bárkinek ezt a fajta tiszteletet, akivel közéletben megérte egy bizonyos fordulatot, évfordulót, hogy megünnepeljük, megköszöntsük őt és családját. És ezt kívánjuk most is neki, hogy éljen még Zsigó Jenő 100 évig, erőben, egészségben, boldogságban a családjával együtt, még vagy 100 évig. Annyit azért még hozzá szeretnék tenni, lehet, hogy kicsit másképp jön ki. Zsigó Jenőt emberileg nem ismertek. Mindig egy távolságtartó politikus, szaktudással, felvértezett érvekkel, odavágó, és mondjuk azt, hogy ellenzék ki, roma politikus volt. De ha valakit megszeretett, és barátságába fogadott, és együtt gondolkodott vele, az soha sehol nem hagyta ott. Ez az egy, amit kiszerettem volna mondani most ma, a mai napon. Zsigó nem csak egy politikus, hanem egy nagyon jó barát, egy testvér, akihez bármikor, bármilyen formában odaállok személy szerint én, és elfogadom azt a fajta politikát, amit képvisel, annak érdekében, hogy a magyarországi cigányok egyről a kettőre jussanak. Köszönöm szépen!